Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésem. Megállapítom, hogy heten jelen vagyunk. 4 napirendi pontunk van. Kérném, hogy szavazzuk meg a napirendi pontokat. Hét igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Első napirendi pontunk, a múltkori testületi ülésen hoztunk egy határozatot a fogorvosi rendelő megvalósításáról, ahol a Gurin házaspár vállalta 15 millióért, hogy kialakítja a fogorvosi rendelőt, de itt olyan külső tényezők jöttek közbe, többek között a szomszédasszony, és még néhány olyan tényező, ami biztos, hogy nem tudják megvalósítani. Közben a műszakkal mi megnéztük a Széchenyi téri rendelőt, és a doktornőket is odahívtuk, és úgy néz ki, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy mind a három orvos oda kerüljön abba a Muhari-féle rendelőbe. A héten jön a, ja nem, 17-én jön az ANTSZ-es hölgy, megnézi ő is, egy nagyon kicsi átalakítás kell a fogorvosi rendelőbe, mert ott nincs meg az a csatlakozás, tehát ott egy kicsi változtatás kell, de úgy tűnik, hogy így akkor meg tudjuk oldani, és nagyon, szerintem nagyon korszerű körülmények között. A Muharival majd a megállapodást a következő testületi ülésre fogom behozni, mert nyilván ott meg kell egyezni, bérbe vesszük, vagy megvesszük, vagy hogy alakul, ez még kérdés. Ő még jelenleg Ausztráliában van, de húsvét után leülünk vele, és akkor megpróbálunk megegyezni. Ezért jött ez a napirend ide, hogy amit hoztunk határozatot, akkor ezért ezt visszavonnánk, és az az összeg, amit erre szántunk, annak egy része arra megy majd, hogy ott kialakítjuk a fogorvosi rendelőt, illetve a másik kettőt is, és a bérleti díjat is ebből fizetnénk évvégéig. Sági György, parancsolj! Én örülök neki, mert egyébként az eleve a gyorsos rendelőnek volt kialakítva, tehát itt túl sok variáció nincs. A kérdésem a következő lenne. A múltkor említetted, hogy ha nem tudunk megegyezni a Muhari úrral, hogy akkor valami konténert bérelnénk erre a célra, az áll még az aktuális? Ha igen, akkor hova tennünk? Hát ezt megnéztük. Megnéztük. Mindenképp az egészségház udvarára kerülne, de az is olyan bonyolult, és most kellene kezdeni legyártatni a konténert, mert maga a konténer megvan, tök üresen. De a berendezés, meg az is többe is kerülne, mint amit erre szántunk meg. Hogyha ez a megoldás bejön, akkor szerintem nem kell másba gondolkozni. Mint látjátok, elég sok variáció és sok egyeztetés kell ahhoz, hogy egy ilyen elég bonyolult ügyletet valahogy megoldjunk, és sokszor, amikor az ember úgy gondolja, hogy na, sikerült valamit, még ott is fönnállhat, hogy valamiért nem valósul meg. Én úgy látom, hogy most már kezdünk a végére jutni, és talán ez lesz a legjobb megoldás ebben az esetben. Van-e még kérdés? Nincs, akkor most arról döntünk, hogy visszavonjuk azt a határozatot, amit ebbe az ügybe hoztunk. Aki egyetért, nyomja az igent. Hét igennel elfogadtuk, köszönöm. No, a következő, a 2-es számú, ez a település képi arculati kézikönyv elfogadása. Ez most már elég régóta húzódott, hála a jó Istennek, most már minden észrevétel megszületett ezzel kapcsolatban, sőt, még dicsérő javaslatokat is hallottunk, véleményeket erről. Hát nagyon remélem, hogy innentől kezdve lesz egy jó arculati kézikönyvünk.
ez már elég sokszor itt volt előttünk, de döntést még nem tudtunk hozni, most kellene, akkor kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, vagy kérdése, vagy javaslata, még nincsen, akkor szavazzunk a határozati javaslatról, ennek elfogadásáról. Hát kimentett. Igen, 6 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Igen, igen, jó. Most vagy a következő? Ennél a napi. Ja, ennél. Akkor a most lesz ezután. A következő, igen. A harmadik napirendi pontunk a településkép védelméről szóló rendelet. Ez is már volt előttünk többször, most végül is végső formába sikerült összerakni, szerintem ez is jó, de mielőtt döntenénk róla, először is a képviselő uraknak van-e észrevétele, kérdése, ha nincs, akkor a jegyző úr szeretné kiegészíteni. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egyetlen egy problémával nem tudtunk mit kezdeni. A hírközlési hatóság észrevételezte a rendeletnek a 25. paragrafus 3-as bekezdését. Még Sági képviselő úrnak volt a javaslata, amit aztán a testület elfogadott, miszerint, hogy a vezeték nélküli elektromos hírközlés építményei számára elsősorban alkalmas területek, gazdasági övezetben fekvő telkek, valamint a település lakóterületeitől legalább 500 méterre lévő külterületi területek. A MNHV-s észrevételben az volt, hogy hát elsősorban közterületen kell elhelyezni, és igazán már mint az ilyen tornyokat illetőleg, hát a település különböző magassági pontjain víztornyon ezen azon, tehát ami van. Mi ezt nem változtattuk meg, tehát ez ugyanígy került be most a testület elé. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény 94. szakasz 2-es bekezdése pedig azt mondja, hogy az elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszköz használatával, arra nem mondom már hosszú. Lenne egy javaslatom, amely talán áthidalja ezt a problémát, és megmarad a testületnek az eredeti szándéka, mégpedig az, hogy egy mondat bekerülne, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi 100. törvény 94. második paragrafusában meghatározottakon túlmenően, és akkor itt következne, és maradna itt ez a norma szöveg ugyanúgy, ahogy az előbb felolvastam, tehát hogy a vezeték nélkül elektronikus hírközlés építményei 500 méterre lévő külterületek és a gazdasági övezetben félő telkeken kell elsősorban megvalósulni. Én szerintem így ki tudjuk küszöbölni ezt a problémát. Köszönöm szépen. Jó. Sági György, parancsolj. Én nem véletlenül kértem ezt a dolgot, ugyanis a tudomásomra jutott, hogy a valamelyik ilyen hírközlő cég igen, figyel. A Levendula utca mellett van egy patak, és annak a partjára szeretne telepíteni egy ilyen átjátszó tornyot, és már próbálkozik a tulajdonossal ott megkötni a szerződést. És én ezt azért nem tartom szerencsés dolognak, ugyanis polgármester úr, ez közvetlen ott van Zsámbéki kanyar mögött, és a tervezett óvoda, ugye már tervezik a Levendel utca végére egy óvodát, egy 7000 négyzetméteres telket kaptunk erre a célra beruházótól. Ide tervezünk egy gyermekintézményt, egy óvodát. Attól kb. 80-100 méterre lenne ez az átjátszó.
Én értem a profitorientált hírközlő cégeket, csak nem tudom, nekem felettes szerről egy ilyen hírközlő cég? Nem. Hát akkor nem engedem sehova, aztán tegye, ahova akarja. Tudom, hogy ez sem megoldás, nehogy félértés legyen, ez sem megoldás. De nehogy már a hírközlő cég az teljesen a településünkön, amit szeretne, mert minket még úgy hívnak egyenlően, hogy önkormányzat. Tehát szeretnénk magunkat önkormányozni. És nekem a célom az, hogy ne tegyenek 80-100 méterre le egy ilyen átjátszót, csak azért, mert éppen ez a profitot ez hozza neki. Tehát nekem ez volt a célom, amikor azt kértem, hogy ezeket a tornyokat amennyire lehet távol tartsuk. Értelemszerűen, ahol már ki van alakítva, mint például a Mézeshegyen, azzal nem tudok mit kezdeni, ezzel semmi problémám nincsen. De az, hogy még egy újat betelepítsenek az óvoda távolságát 80 méterre, na ezért találtam ezt ki, és ezeket szeretném kivédeni. Tehát nem azt, ami meglévő már. Köszönöm szépen. Jó, rendben van, de akkor, amit a jegyző úr javasol ezzel... Oda ne telepítessenek már újat. Az a túlmenőleg. Jó, van-e még kérdés? Főépítész úr. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság sajnos hatósági jogkörrel rendelkezik, és van ez a 2004 századik törvény, ami alapján ő észrevételt tett, de a megfogalmazás is úgy van, hogy ő úgy vélelmezi, hogy ez nehézséget okoz. Tehát nem azt mondta, hogy teljes mértékig szembe mentünk a törvénnyel, és amit a jegyző úr javasolt, ott viszont azt jelentené, hogy elsősorban közterületen, tehát pont az záródna ki, hogy magánszemélyek szerződést köthessenek a területükön. Tehát ha közterületen van, az csak úgy lehetséges az önkormányzat hozzájárulásával. Nemrég még az volt a kérdés, az ugye a tervezett óvoda területről beszélek most. Nemrég az volt a kérdés, és a képviselőtársaság nem fogadta el, hogy hova tegyük ezt a villanyol, a szekrényt, ugye, Évike, Benyák Év, hogy az nem jó helyen van, és a többi, és a többi, és akkor ne tegyük a területre, erre a területre, hanem ki a közútra. Tehát nem engedtem oda egy elektromos berendezést, ami szerintem egy jó döntés volt. Akkor ne engedjek magam mellé 70-80 méterre egy ilyen... De nem akarunk engedni. Ez a célom. Köszönöm szépen. Először, amit az előbb felolvasott a jegyző úr, azzal a módosítással, illetve azt a módosítás, aki egyetért azzal, akkor most igen nyomjon. Jó, heten megszavaztuk, és akkor most így ezzel a módosítással a rendeletet, aki elfogadja, azt kérem nyomja az igent. Heten megszavaztuk, köszönöm szépen. És akkor a negyedik napirendi pontunk a Hegyalja utca szilárd burkolattal való ellátásának a közbeszerzés eredményéről szól. Gondolom elolvastátok, nem tudom, valakinek van-e kérdése? Sági György. Ugye én kértem annak idején... Attila, üljél, légy szíves ide, hogyha esetleg valami. Igen. Ugye amikor elkezdtük ezt a pályázat kiírását, akkor ugye volt egyfajta műszaki tartalom, ugye, és akkor jó magasra tettük a lécet, majd én kértem, hogy egy kicsikét azért szakaszoljuk ezt az egészet, hogy beleférjünk ebbe az 50 milliós érték határba. Lehet, hogy elkerült a figyelmet, hogy most tegnap 9:30 kaptuk meg ezt az anyagot, és már nem volt időm teljesen átnézni, hogy a műszaki tartalom akkor arra vonatkozik, hogy ez a full, amire gondoltam, tehát az a teljes műszaki tartalom, először gondoltam, hogy ilyen, hogy vizes árok kikövezése, meg ilyesmikről, tehát ez benne lesz. Csak kérdezem, milyen műszaki tartalom lesz akkor ez itt. Köszönöm. Ki? Attila válaszol? Vagy a Éva? Éva, tessék. Hát... Igen. Tehát úgy lett, ugye itt az árok miatt volt ez, hogy opciós tételként tegyük be a gyepráccsal való burkolását a szikkasztó árkoknak, és az, ami beérkezett, tehát ebbe az összegbe benne van opciós tételként, de benne van az ároknak a burkolása is. Tehát és így is benne vagyunk a... Ez nem az eljárás eredményéről szóló döntés, ez még csak egy közbenső döntés. Tehát ez ugye egy ajánlat érkezett, szerencsére ez fedezeten belül van, de most
az eljárás jelen szakaszát lezárandó, egy közbelső döntést kell hoznunk, és ezt követően tudjuk a további igazolásokat bekérni, és lesz majd még egy kör, amikor a végső döntést meghozzuk. Igen. Hogy döntsünk arról, hogy ő nyerte meg, azt hogy csinálja? Nem a közbensőt hoztuk be, hanem... Nem, a végleges hoztuk be. Eredmények megalapítása. Ez a cég nyert, építhet, át kell adni. Ha jól értettem, Attila, akkor még ez egy közbensőnek kellene lenni, azért, hogy még van teendő, és majd utána, hogyha azok bejönnek, azok a válaszok, akkor lehet dönteni a végleges eredményről, nem? Így van, teljesen igaza van a Szilvének, erről most a képviselőtestnek nem kell döntenie, erről a polgármester dönthet a közbelső döntésről, jó, és ezután lesz majd egy végső döntés még. Úgyhogy itt... Igen. Jó, nem baj, én örülök neki, hogy legalább megerősítem, hogy... Jó, akkor erről nem kell dönteni, akkor megköszönöm a mai munkát.